általános.pslg.hu. Ezen az oldalon regisztrálhatnak be azok, akik a Bonyhádi Petőfi Sándor általános iskolába szeretnék tanköteles gyermeküket beiratni. A regisztráció gombra kattintva meg kell adni egy e-mail címet, majd értelemszerűen végigmenni a pontokon. Be kell írnunk a gyermek nevét, születési helyét, születési idejét, hol lakik a gyermek, melyik óvodába jár, édesanyja neve, egy elérhetőség, meg kell majd keresnünk, ugye nyilván azért, mert tudnunk kell, hogy mi a körzeti iskolája a gyereknek. És hogy miért van erre szükség? A mi általános iskolánk, a Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, nem egy körzeti iskola, tehát nem kötelező beiskolázási iskola. Ez azt jelenti, hogy hozzánk regisztrálnia kell annak, aki szeretné a pici gyerekét hozzánk beiratni első osztályba. A regisztrációs lap kitöltése alapján április 15-16-án végül az igazgató úr döntése alapján fogjuk beiratni ezeket a gyerekeket, és a szülőket e-mailben megkeressük majd. Ha valakinek nincs arra lehetőség, hogy elektronikus úton, módon valósítsa ezt meg, természetesen lesz arra lehetőség, ha csak nem tiltják meg, hogy akkor az iskolába bejöjjenek és személyesen is ezt elvégezzék, illetve adunk meg telefonszámokat is, amin lehet keresni az iskolát. Nagyon fontos, hogy a regisztráció során a szülők azt is kiválasszák, hogy kétnyelvű német nemzetiségű vagy emelt szintű angol osztályba szeretnék iratni gyermekeiket. Most látjuk, elég sokan regisztráltak már, hogy az angolos csoport az felfutóban van, tehát sokkal többen iratkoztak be idén angolra, mint eddig. Úgyhogy ennek fényében egy véglegesítéssel kész is van regisztráció. Annyi, hogy van egy lehetőség a végén bizonyos véleményt, kéréseket megfogalmazni. Ennek örülünk, hogyha ezt megteszik a szülők, ezeket a kéréseket, esetleges kéréseket mindenképpen figyelembe vesszük. Hát mi mindenképpen szeretnénk három osztályt indítani, mint az előző években, és én bízom benne, hogy ide nem kell senkit elutasítani. A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolánál még ennél is egyszerűbb a helyzet. A dátum, amire nagyon készülünk, az április 15 és 16-a. Ezen a két napon lehet Magyarországon az általános iskolákba jelentkezni, teljesen függetlenül attól, hogy volt-e előregisztrációja egy iskolának vagy sem, mert egy ilyen előregisztráció az nem jár semmilyen kötelezettséggel a szülő részéről. Ezen a két napon reggel 8-tól este 7 óráig fogjuk várni a telefonokat, hogyha valakinek szüksége lenne segítségre, de ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben, idén is a Kréta rendszeren keresztül elektronikus úton is be tudnak a szülők majd iratkozni iskolánkba. Ebben az esetben, ha ezt az utat választják, akkor a szükséges dokumentumokat, azokat elegendő majd csak a szeptemberben behozzák a suliba. 3, 22 és 25 fős osztályokat szeretnének idén indítani. Straubinger Edit úgy véli, ezek az ideális létszámú osztályok. Novemberben indítottunk egy programsorozatot az óvodásoknak, illetve a leendő elsős szülőknek. Ezekben elsősorban a gyerekeket szólítottuk meg, szerettünk volna valami kézzel fogható játékos sorozatot kitalálni nekik, és akkor így jött a Mesevár programunk. Ez egy ilyen hétfordulóból álló kis feladatsor volt, ahol 2-3 hetente vittünk a gyerekeknek feladatokat. Személyes érintettségem is van a dologban, mert elsős tanítónéni leszek, úgyhogy nagyon magaménak éreztem ezt az egész sorozatot, és aktívan ki is vettem a részem ebből. Elég sok gyereket sikerült ezzel elérnünk, mert körülbelül 75-6 gyerek volt az, aki valamelyik fordulóban legalább egyszer részt vett, és hát nagyon sokan pedig az összesen, úgyhogy azt hiszem, hogy ezek árulkodó jelek is lehetnek, hogy ki az, aki biztosan hozzánk jön majd. A gyerekeken kívül a szülőknek is szerveztek különböző online programokat, ahol bemutatták az iskolát, vagy épp a leendő elsős tanítókat. Ezeknek a célja az volt, hogy segítsük a szülőket egy picit az iskola választás során felmerülő gondolataikba. Azt gondolom, hogy bármelyik programról is beszélünk, akár a gyerekeknek szóló, akár a szülőknek szóló, mindegyiket hasznosnak véljük, vagy ítéljük meg így utólag, mert mindig lehetőséget adtunk arra, hogy feltegyenek kérdéseket, amik úgy bennük közben felmerültek, vagy nagyon foglalkoztatják őket, és mindig érkeztek ilyen kérdések, úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült megnyugtatnunk őket. Tulajdonképpen ezen a két napon, hogy aztán jöhetnek-e a szülők, vagy sem hozzánk, ezt még nem tudjuk, ugye ez még majd a járványtól függ. Ami biztos, hogy egy telefonos segítségkéréssel nagyon könnyedén el lehet navigálni a szülőket ezen a felületen. Ez egy
viszonylag könnyű alapadatokat kérő felület, tavaly is használtuk már, azt gondolom, hogy jól megoldották a szülők, és nem okozott gondot néhány családnak kellett, csak segítsünk. Körzetes iskola révén nekünk minden olyan gyermeket kötelességünk felvenni, aki vagy a településünkön lakik, vagy a beiskolázási körzetünkbe tartozik. Itt a Bonyhád környékén lévő több kis településről is beszélünk, ahol nincsen iskola. Illetve nagyon sok olyan gyerekünk van, és várunk most is olyanokat, akik pedig a tesóik miatt jönnek már hozzánk, hiába van a településükön általános iskola. Úgyhogy igazából mi egy nagyon vegyes társaság vagyunk, lehet ilyet mondani. Az intézmények a pandémia ellenére igyekeztek tájékoztatni a szülőket és segíteni őket a helyes döntésben. A választásig mindössze 4 hetük maradt.